Interjúkból, elejtett megjegyzésekből körvonalazódnak a kormány tervei a helyhatósági választás utánra. A Medián szerint a visszaléptetett Falus Ferencnek kétszer akkora volt a támogatottsága, mint Bokros Lajosnak. Vendégeink Huth Gergely, a pestisrácok.hu alapítója, és Konok Péter történész. Jó estét kívánok, Somos András vagyok, ez a Hírvita. Felejtett megjegyzésekből tudjuk, hogy a kormány arra készült volna, hogy a kiadásokat mérsékelje. Cáfolták kormánypárti politikusok, hogy ez megszorítás lenne. Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója azt mondta, hogy úgy képzelik a jegybank környékén, hogy a bankoknak kötelező lesz forintosítani azokat a hiteleket, amiket deviza alapon vettek fel azok, akik egyébként nagy sérelmeket szenvedtek, és akiknek a kormány törvényen rendezni a helyzetét. Azt is mondta Nagy Márton, hogy szerinte ez a lépés olyan hatással lehet a külföldi tulajdonosú nagybankokra, hogy megfontolják, hogy elhagyják akár a magyar piacot is, és azt állítja, hogy 4-5 bank maradhat itt talpon, legalábbis a külföldiek tekintetében. Azt tudjuk még, hogy Orbán Viktor egy HVG cikk szerint alig várja, hogy vége legyen a választási kampánynak, amire még azért 10 napot kell várni, hiszen akkor majd újabb pénzügyi döntéseket hozhat a kormány, és ez intellektuálisan, ami most van a miniszterelnököt, nem annyira köti le, mint majd a rendteremtés. Hogy látjátok ti, mire lehet számítani a kampány elmúltával? Hát úgy tűnik, hogy a kampány elmúltával szokás szerint mondjuk ez annyira nem meglepő. Hát azt fogjuk látni, hogy a kampányban tett ígéretek, ugye már történtek ilyen utalások is, hogy már az összedi beszédet is tanulmányozták azért kormányzati politikusok. Tehát itt azért ki fog derülni, hogy itt komoly blöffök voltak, és mondjuk ez a rezsicsökkentés történet is egy kicsit másként értelmezendő gyakorlatban. Lesznek itt problémák talán a gázellátással is, ami engem sokkal inkább érdekel, vagy amit talán érdekesebbnek tűnt. Valóban ez a hát most nem tudom, hogy mondjam, pökhendi hozzáállás az Orbánnak, aki azt mondta, hogy hát ez a politika tulajdonképpen, újra elmondta, amit már el szokott mondani máskor is, a politika az tulajdonképpen egy olyan játék, ami neki egy intellektuális kihívás, amit ő űz, lényegében egy személyes elfoglaltság, és hát ugye túl leszünk ezen a kicsit kínos történeten, akkor majd végre hozzákezdhet ahhoz, hogy megvalósítsa a vízióit. Na de ha nálunk játék a politika, akkor mondjuk egy amerikai elnökválasztásnál 10-szer ekkora játék. Ebben önmagában nincsen semmi rossz, és egyébként nyilvánvaló, hogy történni fog valami a kormányzás körül a választások után, mert feltűnően nagy a csönd, de hogy ez rossz lesz az embereknek, vagy rossz lesz az országnak, ez csak ilyen folyosói és ellenzéki pletyka. Semmi hát nekem erről különösebb kétségeim nincsenek, hogy rossz lesz, mert ugye erre már azért volt egy 4 éves intervallumunk, amikor láttuk, hogy ez alapvetően mégis a dolgok egyre rosszabbak lesznek, és nem teljesen értek egyet az, hogy a politika játéksága az egy olyan dolog, amit el kell fogadnunk, ugyanis nem arról van szó, hogy a politika persze, játszmának is szoktuk hívni, csak hogy itt azért nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen egyszemélyes, vagy kis játék, vagy egy a Lánci András fogalmazott most a minapi, talán tegnapi interjújában, hogy ugye ezt az egészet képzeljük az el, egy úgy, mint egy férfi baráti társaságot egy farokkal meghosszabbítva, hát remélem Lánci úrnak nem kell majd magyarázkodni, hogy pontosan mire gondolt ezzel a farokkal. Egy csapatjáték, de milyen csapat ez, és egyáltalán kik vagyunk mi, hogy játszanak velünk? Ugye kísérlet, ez is szóba került. Kísérleti nyulak vagyunk, vagy bábuk egy... Hát nem tudom, megnézzük Orbán Viktor által az átmenet 2 zavaros évtizedének nevezett elmúlt 20 évet, akkor azért a legnyugalmasabb kormányzás folyt itt éveken keresztül az Orbán Viktor... Ez pozitív? Szerintem ez pozitív. Tehát egy kormányzásnak pont az lenne a dolga, hogy ne legyen nyugalmas, hogy különféle elképzelések, különféle stratégiák ütközzenek, hogy viták folyjanak. Itt azért, ami nem folyta, az vita. A kormányzati részről kérem szépen, nem viták vannak, kijelentések vannak. De ki tiltotta meg a vitát? Hát itt államcsődöt, gazdasági mélyrepülést, az energiaszolgáltatók bedőlését, hogy nem lesz mivel fűteni, ilyeneket jövendőltek, és hát ehhez képest a gazdaság, köszönjük szépen, ez egyre nem vita, csak növekszik. Ezek egymás melletti narratívák. Ez két pár most monológ, ugye az ellenzék természetesen tette a kötelességét, és arról beszélt, hogy össze fog omlani minden, viszont a kormányon belüli vitákra, a politikai légtéren belüli vitákra gondolok, a hatalmi vitákra. Arra, hogy nem láttuk, hogy ez az egész hogy működik, mert nem vagyunk felnőttnek nézve, a választópolgárok, nem senki felnőttnek nézve, alapvetően arról van szó, hogy kinyilatkoztatások folynak, a legbonyolultabb kérdések is
három mondatban vannak elintézve, konzultációban, bocsánat, leveleznek velünk, ahol nagyjából olyan szintű kérdéseket tesznek fel nekünk, mint a klubrádióban szoktak 300 forintért, de még azon is többet kell gondolkodni. Hála jó Istennek, de azt hiszem számíthatunk újra. De csak bármi bizonyítéket látnánk annak a legapróbbat is, hogy rosszabb állapotban van a demokrácia, mint mondjuk a demokrácia tragikus állapotban, azt a gazdaság is rossz állapotban, de azért, hogyha megnézzük a norvég alap és a civilek körülő elképesztő hadjáratot, akkor azt kell mondjuk, hogy itt a demokrácia alapjai azért előteljesen meg vannak kérdezve, persze attól függ, hogy mit értünk demokrácia, ugye Orbán Viktor szerint demokrácia az, amit mi demokráciának nevezünk. De ez az elképesztő ennek vannak azért ismérvei, amiket ez nem felel meg. Na de hónapok óta ugye a norvég ügyről beszélünk, valóban kicsit megrettentő volt az a rendőri erődemonstráció, amit láttunk, arra talán nem volt szükség, de azon kívül eddig nem merült fel, hogy ne lenne jogszerű az az eljárás, amely a Norvégben érintett civilekkel de szemben felmerül. Folyik. Tehát hogy nem merült volna fel? A KEHI jogalapja eleve ugye erőteljesen meg van kérdőjelezve. Ezen is túl vagyunk már, hát a nemzetközi nem szerződésben egyértelműen lefektették a felek, hogy a magyar kormány dolga az ellenőrzés. De nem ebben az esetben. Teljes transzparenciával. Itt azért az egyértelműen lefektették a felek, és ezen túl vagyunk, ez erős torzítás. Nem. Van, aki ezt mondja, van, aki az ellenkezőjét mondja. Hát amikor egy másik nemzetközi szerződést olvastam, abban egyértelmű, hogy magyar feladata a pénzek költésének az ellenőrzése. De nem a kormányzatnak ilyen jellegű feladata, de most ebben szerintem nem érdemes írtozatosan... nem erről van szó. Az üzenet a lényeg ebben az üzenet. Mi az üzenet? Az, hogy a civilek, teljesen mint egyébként most norvég alap pénz, hogy jött. A civilek tulajdonképpen a civilséget azt ne a politikába ártsák be magukat, hanem korlátozzák valamilyen kis A civilisége is megkérdőjelezhető természetesen, nem az a baj, hogy a civilek politizálnak és kőkeményen beleszólnak a politikába, hanem szerintem pont Ablonczi Bálint fogalmazta meg elképesztően jól a Heti Válaszba, hogy sokkal jobb lenne civilek helyett liberális szervezetekről, liberális eszméket hirdető szervezetekről beszélni. Miket a liberális eszmék? Aktivistákat használ. Aktivistákat. De igen, mi a liberális eszmék? Nagyon jól felrajzolja azt, amit többek között a pestisrácok.hu-n folytattunk tegnap, hogy gyakorlatilag itt egy olyan az egész világot behálózó civilnek mondott érdekszövetség állt fel. Jézusom, ez már kezd ilyen összeesküvés. De ebben semmi, ez egy teljesen természetes dolog, ez egy lobby szervezet. Behálózzák a világot. Tehát bocsánat, ez nem egy jobbikos narratíva, ez ténykérdés. De a Heti Válasz nagyon hosszan egy izraeli tanulmányt idéz, amely leginkább alátámasztja az ő állításaikat. Az a lényege, hogy Soros György létrehozott egy olyan hálózatot, amely az egész világot tudja befolyásolni, és ez egy kőkemény lobby szervezet. Tehát nem valódi civilek, hanem lobby szervezet. Lobbizni törvényes, csak akkor mindenki tegye ki az asztalra, hogyha már a Láncinál tartunk, amilyen van, és beszéljünk arról, ami a valóság. Tehát akkor így a Krétakör és társai azok a Sorosnak lobbiznak, véletlenül sem civil aktivitást fejtenek ki. Ez azért egy kicsit erős. Schiffer András mutatott rá szintén elképesztően világosan Szegeden erre a problémára, hogy milyen érdekes, hogy az Open Society és karba öltve vele együtt a norvég alap például a munkás szervezeteket vagy a munkás érdekvédelmet egyáltalán nem támogatja, mert az valószínűleg Soros Györgynek nem érdeke. De az Open Society-nek egész mások a célkitűzései, ez tény, hogy speciál a munkás alapok támogatása ebben nem tartozik bele, de én kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a baloldali munkás alapokat is szakszervezet támogatnák a civilek, mely egyébként jegyzem meg nem feladatuk, akkor vajon erre mit szólnának? De bocsánat, nem arról van szó, hogy Soros Györgynek nem szíve joga, neki tetsző. De neki szíve joga, csak itt a Soros György behozás, ez teljesen abszurd. Tehát itt nem Soros Györgyről szól a történet, hanem arról, hogy magyarországi emberek, választópolgárok, aktivisták valamit csinálni akarnak. Az előző kormánnyal sem értettek egyet többnyire, már most az előző előttivel, tehát ugye az átkos kormánnyal, ami most már lassan így jelenik meg, akkor is hangoztatták, most sem értettek, és nem kötelesség. Veronika itt az ATV-ben ismeri el, hogy valóban nem támogatnak nemzeti keresztény értékrendű civil szervezeteket, mert hogy a szponzoráló ország, adott esetben Norvégia határozott elképzelése, hogy ilyen ne történjen. De és miért kellene ezt nekik megtenni? De akkor nem arról van szó, hogy valami borzasztóan törvénytelen vagy gonosz dolog az ő létezésük, csak beszéljünk arról, amiről szó van. Egy nemzetközi lobby szervezetről, amely bizonyos politikai célokért lobbizik. Semmiféle hivatalos lobby szervezet nincs, és mint ilyen bárki eldöntheti, hogy ő mit támogat egy kormány, elnézést, amelyet adóból tartanak fent, az nem döntheti el, elvileg nem csinálhat olyat, hogy neki mi a privilegizált kultúrája, mi a privilegizált vallása, egy kormány nem
tehet úgy, mint hogy egy felnőtt oktatási intézmény lenne, aki a meglehetősen éretlennek tekintett választópolgároknak megmondja, hogy gondolkozzanak, milyen politikai aktivitást fejtsenek ki, és amennyiben nem felel meg ez a kormány elvárásainak, akkor pedig különféle retorziók jönnek, hát, és ez érdekes volt, tehát a rendőri az egy kicsit durva volt, azért itt az adóhatósági is elég durva. Úgy pontosítanám, hogy egy kormánynak szerintem a kormány mögött mindig áll egy politikai többség, amelyet a választók megválasztottak, és nyilván azért, hogy azt az értékrendet érvényesítse elsősorban. Más kérdés, hogy jogállamban, demokráciában a másik értékrendet sem szabad bántani. Én nem láttam a Fidesznek sem olyan plakátjait, amely politikai értékrendet hirdettek volna a választások alatt. Nem láttam sehol olyan óriás plakátokat, hogy ön, ha a Fideszre szavaz, keresztény nemzeti Magyarországra fog szavazni. Nem, rezsicsökkentés. Én ezt láttam. Hol itt a politikai szerintem értékrendszer? Ettől függ, hol a demokrácia és a rezsicsökkentés közötti átjárhatóság? A Fidesz antikommunista, nemzetben gondolkodó értékrendje teljesen retorika, világos. 2014-et írunk. Antikommunista retorika. Én történész vagyok. Na de ne arról beszélj. Nehogy már az antikommunista retorika legyen 2014-ben egy fontos dolog, jegyzem meg régi tisztítványoktól. 2010-ben a Fidesz nagyon fontos feladata volt, hogy a nomenklatúrát egyszer és mindenkorra legyőzze Magyarországon. Ez azért nagyon kínos szerintem. Tehát azért ez annyira közismert, hogy a nomenklatúra jelentős része ott ül a Fideszben. Hát szerintem pedig ez a legkevésbé sem közismert, mert ez egy, poén. Hát ez egyszerűen hát nem igaz. Hogy ülne a nomenklatúra jelentős része? Most ha megint mentem Posgai Imrét, vagy Szűrös Mátyást, akit háromszor megveregette. Nem, hát itt Kövér László, Orbán Viktor, akik na, egyetemi kisztitkár, társadalomtudományi intézet kutatója, nagyon ígéretesen indulok is. Na ez a jobbikos, retorika. Kihúzták alóluk a nomenklatúrát. Pontosan ez a jobbikos retorika. Azt is mondják, hogy szerintük a Semjén Zsolt az egyházügyi hivatal a titkára volt, egy csomó légből kapott dolog, vagy azért, mert valaki a KISZ-ben bulit szervezett 1987-ben vagy 6-ban. Légből kapott volt miniszterhelyettesként? Hát mondjuk a Schmidt Pál abban az időben nyilván most lesz reaktiválva, nagyon úgy tűnik. Kevésbé hát sajátította el az antikommunista gondolkodást. Schmidt Pál nem volt különösebben, hogy mondjam, fajsúlyos politikus, ezt akkor sem és most sem, ezt írjuk alá. Vagy ez aláírom én is. De térjünk vissza inkább szerintem ehhez a lényeges kérdéshez, hogy létezik-e egy a világot behálózó neoliberális lobby szervezet, vagy nem. Mert ha létezik, és minden jel ezt mutatja, például nagyon érdekes, pont tegnap készítettünk egy gyűjtést, és kiderült, hogy a norvég alap legfőbb támogatottjai az elmúlt években szinte 100%-ban fették a Soros Alapítvány, az Open Society legfőbb támogatottjait. Ez azt jelenti, hogy évente ezek a szervezetek, a TASZ, aki a leghangosabban harcol a kormánnyal, a Transparency International, vagy éppen az átlátszó.hu mögött álló Asimov alapítvány 30-40 millió forintokat tudnak kapni a Soroséktól is, és a norvégoktól is. Ez olyan összeg, hogy erről mondjuk egy átlag magyar civil szervezet nem is álmodhat. De mi az átlag magyar civil szervezet? A NEA-ból, a Nemzeti Együttműködési Alapból a különféle világnézetű szervezetek 1-2-3-4-5 millió forintokat tudnak maximum évente megnyerni. Én azért úgy tudom, hogy a kormány közeli átcivil, vagy kvázi civil szervezetek meglehetősen jól ki vannak stafirungozva, nem csak ezen a módon. De továbbra hát is fenntartom azt, hogy az a Soros speciál azt támogat, akit akar. Ebből a szempontból teljesen lényegtelen, hogy a Soros kit támogat, és teljesen mindegy, hogy honnan van a pénz. Na, a civilek civilkedésre kapták a pénzt. Ők meg civilkednének, hogyha Magyarországon hagynák de őket, mert ez az orbáni demokrácia képpel nem lenne összeegyeztethetetlen. De hogyha például Vlagyimir Putyin pénzeli a KGB-lákat, hogy destabilizálják a magyar belpolitikát, akkor az is az ő magánügye, semmi közünk hozzá. Ez azért egy furcsa narratív. Szerintem... Megmondom őszintén, én KGB-lába és Vlagyimir Putyin kapcsolatában nem mennék be, ez egy teljesen más téma. Nem, szerintem a hírszerzés, meg a civil a krétakör az vajon jelentéseket ír a Sorosnak arról, hogy hogyan kell destabilizálni a magyar kormányt, de ezt miért teszi? És miért tette akkor ezt az előző kormány idején is? Vannak mi az oka? Soros akar Orbán Viktor helyére vannak lépni, olyan politikai értékek, amelyeket Soros György valamiért világszerte érvényesíteni akar. Nagyon érdekes, például volt egy olyan pályázata itt Magyarországon és a Soroséknak tavaly, aminek az volt a lényege, hogy a választói attitűdöknek az erősítése az európai parlamenti választáson annak érdekében, hogy liberális szellemiségű politikai erők kerüljenek többségbe az Európai Parlamentbe. És mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy arra adok civil pénzt, hogy egy politikai erőt támogassa. Nem, ez pont az ellenkezőt jelenti, ez igaz, amit az Orbánék akarnak. Én nem vagyok egy nagyon választási valaki anarchistaként, úgyhogy ezt nem is mondhatom, de pont arról szól a történet, hogy a választói aktivitást növelni, a liberális, viszont itt a demokratának a szinonimája. Tehát arról, amit az Orbánék lényegében azt akarják, hogy elbátortalanítani, apolitizálni és depolitizálni
mobilizálni a tömegeket. A Soros ennek az ellenkezőjét akarja, mert ez a hobbija, de mondom, ő magánemberként megteheti. Orbán Viktor politikai hobbiát viszont mi finanszírozzuk a saját pénzünkből. Egészséges a magyar demokrácia és a jogállam szemszögéből az, hogy például Soros György a Magyarországon elérhető civil pénzek többszörösét adja oda, egy teljesen átláthatatlan támogatási rendszer keretében. Bodoki Tamás, az átlátszó.hu főszerkesztője ismerte tegnap nekünk, hogy a Soroség pénzosztási gyakorlata legkevésbé sem átlátszó. Valóban nem látható, hogy kik nyertek, miért nyertek. A saját elmondása szerint nekik eszükbe jutott, hogy megkeressék őket, és kaptak pénzt. Ez így megy. Annak idején sok-sok évvel ezelőtt, most le fogom leplezni magamat, én is tartoztam olyan csoportba, ami oda ment a Soroshoz, és kaptunk tőlük egy fénymásolót. Igazából nem mondta, hogy alá kell aknáznunk bármit is, vagy valami ilyesmi fog történni. Azt mondta, hogy fiatalok, maguk, jó, nem a Soros, mert természetesen nem vele személyesen beszéltünk, maguk speciál hat kötelezettséget ellenzik, ez nekem tetszik, maguk kapnak egy fénymásolót, azt fénymásoljanak rajta. Hát lehet, hogy aláástuk az egészet, és most rajtunk húlít, hogy nincs hat kötelezettség, szeretném ezt gondolni, de ez persze nem így van, úgyis nyilván most újra be lesz vezetve, hogy milyen október után én azért erre sajnos számítok. De hát nem kellett aláírnunk semmi, a vérünkkel semmiféle titkos koponyák sem voltak, meg tőrök sem. Ne képzeljük már egy ilyen világot behálózó póknak szerencsétlen Sorost. Bocsánat, nyilvánvaló, hogy jó dolgokra is adott pénzt Soros György. Tehát például a Fideszre elég sokat annak idején, ezt jobban volna nem teszik. Például a norvég alapos dolgokból is nyilván, hogyha az Energia Klub kap pénzt, ami egyedüli szervezetként felhívja a figyelmet arra, hogy azért nem a világ legjobb dolga az atomerőmű fejlesztése, szükség van rá, hogy legyen, aki ezt kimondja, és legyen, aki ebben az irányban kutakodik. Nyilván, hogyha a NANE az ELTE gólyatáborban megerőszakolt hölgyeknek segít, az is egy pozitív dolog. De hogyha... Pozitív dolog? Lánci András interjújából nem ez jön ki. De hogyha azt csináljuk, amit egyébként a Fidesz csinál, nem például... Ez egy előzőbb interjú volt, egy pár hónappal ezelőtt, ahol hát azért kifejti a nők helyét a társadalomban, és egyáltalán az, hogy hogy néz ki az a rend, ahol... De nem ebbe az interjú. Nem, ez igaz. De minden esetre a Norvég Alap és a Soros Alap Magyarországon Prinz Gáborként viselkedik. Mindenhova próbáltak egy időbe szórni egy kicsit, de azért nagyon egyértelmű, hogy kiket és milyen célok érdekében segítenek. Ugye Princnél is az volt, hogy úgy mond jobboldali vállalkozócskák is kaphattak ilyen-olyan kedvezményeket a Horn kormány idején, csak hogyha mérlegre tették a dolgokat, akkor valahogy így állt a mérleg. És most kaphatnak baloldali vállalkozócskák? Szerintem bőven kapnak, sőt. Szerintem meg nem. Most nem tudom, két szerintem áll egymással szemben. Baloldali civil szervezetek kapnak a kormánytól mást, mint kehi vizsgálatot, meg rendőrségi adtakot nem kapnak. Kapnak. Én állítom, hogy a baloldalinak címkézett vagy mondott civil szervezetek még mindig többségben vannak a NEA támogatási listáján. A jobboldalinak mondottakhoz képest. Azért ezt egy alaposabban át kéne nézni, hogy konkrétan mik azok, amiket baloldalinak mondunk, mert ugye most nem csak a baloldali vagy liberális, ezek csak címkék. Civilek. Olyan nagyon, civilek, nagyon, akik független civilek. Ennyi. Nagyon-nagyon kevés olyan szervezet van, aki mondjuk 2010 előtt kapott, most ugyanúgy tevékenykedik, és nem kap. Azokból a kis pénzekből pont ez a probléma, hogy a NEA-nál, ugye ez a nemzeti civil alapot, ilyen pár millió forintokat adnak egy szervezetnek, és nem 50-et, mint Norvégnek. És mennyit kap például a civil összefogás fórum, mint ernyő szervezet? A civil összefogás fórum valami egészen nevetséges pénzt kap, eleve a NEA-ból semmit. Én, nem mennyit kap, nem azt mondom, hogy milyen jogalapon, az összes pénz. A NEA-ból gyakorlatilag nullát kap, ugye ők kaptak valami összeget a Fidesz párt alapítása, mindig azt rólják fel, illetve volt rengeteg adományozó, aki annak idején ezt a plakát kampányt is kifizette. Tehát akkor Bayer Zsolték a saját zsebükből finanszírozzák a békemeneteket, mint a civil aktivitás. Hát szerintem a Bayer Zsolt, ő egy sonkás szendvicssel finanszírozza a békemenetet, megeszik előtte, hogy végig tudjon gyalogolni rajta. És akkor az a sok-sok ember, az a sok-sok molinó, az a sok-sok a média az ugye mind teljesen ingyen van, és ez a civil aktivitás Magyarországon, vagyis az a nincs civil ingyen aktivitás, aki támogatja a kormányt. Én csak azt állítom, hogy a CÖF nem a többi civiltől veszi el a pénzt. Nem, ezt én sem állítottam, tőlünk veszi el a pénzt, az adófizetőktől. De hogyha... Közöttük persze a többi civiltől is. Na de bocsánat, az olyan, mint a Felcsúti stadion, hogy vállalkozók támogatják a CÖF-öt, nagyon kell, gyakorlatilag nincs benne közpénz. Tehát a Felcsúti stadion végül is nem adóból épült, a Felcsúti stadion nem közpénzből épült, tehát ezt tudjuk, hogy nem így van. Hát, nem direkten, persze, hát ügyeskedhetünk, meg csinálhatunk úgy, mintha ezek a mahinációk, ezek nem léteznének, de hát azt azért, te is tudod, én is tudom, mindannyian tudjuk, tehát miért csinálunk úgy, mintha ezek nem lennének?
Hát mondjuk legalább ott épült valami, tehát hát, az előző igen, évtizeddel most, szemben. Hát rettentő demagóg leszek, akkor azt mondom, hogy kórház is épületett volna, nem leszek ilyen demagóg, lehet, hogy annak 3000 felcsúkjának hát nem kellett volna egy modern kórház sem, de nem kellett egy modern stadion ezt sem. Ezt a zárójelet érdemes bezárni, mert 3 darab stadionról beszélünk itt 5 éve folyamatosan, hogy a Fidesz a lélegeztetőgépek árán. Hát a politikai játékáról beszélünk, akkor a szimbólumok értékét azért ne felejtsük. Közben Romániában 6 vagy 8 hasonló minőségű stadion épült fel, ami mi ezen vitatkoztunk. Nagyon halkan mondom, viszont a román gazdaság azért jobban működik. Hát, nem azt mondom, hogy tökéletesen, finoman szóval sem tökéletesen, de a magyar gazdaság nem, még az is jobban működik, most már itt tartunk. Mióta teljesen rácuppantak az IMF emlőire, azóta kifejezetten borzasztóan működik a román gazdaság. Ténykérdés, hogy volt 4-5 év egy felfutás, amikor mi éppen kardoztunk. Igazából akkor működött a legrosszabb. Az IMF-et mi hívtuk be, nem? Mi mikor? Vagyunk az IMF, hát ne csináljunk már úgy, ott ülünk az izében. A Gyurcsányék hívták be 2008-ban. Nem, Matolcsi György hívta be 2012. októberében. De nem jöttek, tehát az tulajdonképpen csak egy ilyen tárgyalási fogás jöttek, volt. Jöttek, mert hívtuk mondjam. Őket, aztán elzavartuk. Igen, aztán kicsit udvariatlanul volt velük bánva, de mondom, hát az IMF-ben ott ülünk, tehát így Magyarország is, mondjuk én nem, de... Hát tehát ugye, ne csináljuk úgy, mintha ez valami megint csak egy ilyen világot átfonó összeesküvés lenne, mi meg itten nem leszünk gyarmat, hát mi is a része vagyunk. Hát Cseh Tamás énekli azt, hogy túléltük, hát bár igénybe vett, gyakorlatilag megpróbáltak valóban egy államcsődöt kreálni az állampapírok elleni spekulációval 2012 telén, de nem sikerült. Hát Cseh Tamást idézve, hogy fél decis rezsimként sok mindent túl lehet élni. Ezt lehet folytatni. Igen, az eredeti kérdés az volt, hogy mi jöhet itt október után. Ebből a szempontból érdekes cikkek jelentek meg, már szóba hoztad Lánci András interjúját ma a Népszabadságban, és G. Fodor Gábor a századik másik kiemelkedő alakja is arról elmélkedik az ő blogjában, hogy a centrális erőtér tulajdonképpen egy jó eszköz arra, hogy az oligarchákat háttérbe szorítsák, tehát azért jó, hogy ez a centrális erőtér kialakul, mert hogy így azok az emberek, akik azon mesterkednek, hogy a politikai hatalmat arra használják fel, hogy az ő monopolisztikus gazdasági hatalmukat növeljék, azok visszaszorulnak, mert a két pólusú politikai rendszer eltűnik, és csak egy lesz, ami veszélyes rájuk. Egyetértetek ti ezzel a helyzetelemzéssel? Hát ez egy kicsit abszolút. Abszolút. Nem. Egy erős állam épül, ez ténykérdés, és az erős államnak vannak azért hátulütői. Tehát nyilván, hogy kevesebb figyelem jut például a helyi, nem biztos, hogy jó, ha mindent központosítanak, nem biztos, hogy olyan jól fog majd működni Zalaegerszegen a hulladékszállítás, hogyha mindent Budapestről akarnak irányítani, tehát van ilyen problémája, de ebből a szempontból tökéletes az erős állam, hogy egy kicsit megleckésztesse a túlságosan nagyra nőtt vállalkozókat. Úgy gondolom, hogy nem erős állam épül, hanem erős rezsim épül. Ha erős állam épülne, akkor egész más látnánk. Erős állam volt a svéd jóléti állam 70-es években, az erős állam volt, sikeres állam volt, működőképes állam. Volt. Ezek, amit főleg egyébként a Lánci interjúban hát előkerülnek, ezek ijesztő, azt kell, hogy mondjam, hogy már-már fasisztoid felhangú elképzelések. Jézus Mária, fasisztoid. Az erős vezetőről, arról az emberről, aki királyként működik, el kell olvasni az interjút, ott már egyenesen királynak nevezi, olyan királynak, olvastam. Akinek az érintése gyógyít kvázi, szóval valami egészen hihetetlen gondolatmenetek vannak de ebben. De nem így fogalmaz, az egész ez kicsavarása. De ez speciál, ezek a rész. Ezek de a utána megmagyarázza, hogy hogy érti az erős vezetőt. Hát úgy érti az erős vezetőt, hogy az erős vezetőt érteni szoktuk. Ebben nincsen se. Az erős vezető, és ezt nagyon szépen kifejti a Lánci, az, aki bármit megtehet, és az jár neki, az dukál neki, ezen ez alapul az egész állam. Ezt nem így mondja, mert hát így mondja, most nincs előttem a szöveg, de így mondja. Tudomásul kell venni. Előtted van a szöveg? Mert érdekes lenne az idézet, de... Lendvai Ildikó van előttem. Ja, hát az... Tehát tudomásul kell venni, hogy egy új eszmeiség bontakozik ki a demokratikus jogállami játéktéren belül. Egy másfajta irányítási egy másfajta, módszer. Erről mondtam, az a demokrácia, amit ők annak neveznek. De nem putyini vagy kínai típusú demokrácia. De érdekes módon elárultunk mindenféle affinitásokat a putyini, kínai, azerbajdzsán és hasonló demokráciák irányába. De ez egy blöff, ez tehát nem így egyrészt úgy csinál, hát igen, de nem az én blöffem, hanem Orbán blöffje. Hát egyrészt úgy csinálunk, hogy nem leszünk gyarmat, nagy manifest módon, másrészt meg közben keleti nyitás módján ugye meg aláírjuk a paksi szerződést. De meg kell érteni például Orbán Viktor és a Fidesz útját. Nyilván, hogy nagyon nehéz helyzetbe került Magyarország, amikor gyakorlatilag a brüsszeli vezetőkörök próbálták tönkretenni a kormányzást 2012-ben. De kik a brüsszeli vezetőkörök? Brüsszeli, az soros pénzeli őket is? Szellemileg összeköthetőek ezek, de nem mennék ilyen mély összeesküvések irányába. Ténykérdés, hogy a emeletek, ami természetes szövetségeink, megpróbáltak velünk
kitolni. Mert többek között az országgal is kitoltak volna, nem csak a Fidesz-szel. De hát most úgy tűnik, például az orosz relációban mi próbálunk természetesen szövetségeseinkkel kitolni. De még a lengyelek is így értékelik. Attól, hogy mi az oroszok szövetségesei legyünk, még nagyon-nagyon messze állunk. Hát, szegény Kaczynszki, akinek hát az Orbán volt mindene, még ő is most már ilyen nagyon visszafogottan beszél az Orbánról. És meg is értem, hogy visszafogottan beszél, mert nekik ez egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, és nekünk is annak kell, hogy legyen ugye az oroszokhoz való viszony, de hát jól tudom, pont a nagyköveti értekezleten tette világossá Orbán Viktor, hogy eszmei szinten tökéletesen lojálisak vagyunk a szövetségeseinkhez, az atlanti világhoz, viszont üzletet meg kötelessége a utolsó nagykövetnek is megpróbálnia kötni keleten vagy bárhol. Ezt már ő mondta, ne azt figyeljék, amit mond, hanem azt figyeljék, amit csinál. Na de most megint valami olyasmit próbálunk bemagyarázni, amire semmiféle bizonyíték nincsen. Hát rengeteg dologra nincsen semmiféle bizonyíték, csak tudjuk. De hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy a szövetségesi rendszerünket nem bontjuk fel és nem rúgjuk fel, akkor miért kell az ellenkezőjét feltételezni, anélkül, hogy bármiféle bizonyíték lenne az ellenkezőjére? Hát mert miközben ezt mondja, azért látjuk, hogy rúgdalgatja ezt a szövetségi rendszert. Ugye itt ülünk, és hát te azért valamilyen szinten mégiscsak a kormány álláspontját képviseled megfelelő fizetségért. Nem, a saját álláspontomat képviselem. Nem menjünk vele, és hát ugye te is azt próbálod magyarázni, hogy azért ez nem az. Tehát nem arról van szó, ami történik. Erről nekem megvan a saját kritikus véleményem. Például amikor itt voltak, és nem is tudom, hogy jönnek-e ezután ugye pontosan a Kaczynszki-féle civilek, tehát a hozzájuk köthető civilek tavaly ősszel és március 15-én is mindig eljönnek Magyarországra. Kedves és azt bocsánat, mondják... ezen a ponton kell, hogy felfüggesszem. Na. Elnézést, már jön a híradó, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap kitárgyalják majd a kollégák Falus Ferencet és Bokros Lajost. Viszlát!